Velünk történt magazinműsorunkat hallják a 104 Rádió Egyen. Új épület szárnyal bővült a Sarkadi járási hivatal, 583 millió forint hazai forrás felhasználásával új épület szárnyal bővült a Sarkadi járási hivatal épülete. A megvalósított fejlesztésnek köszönhetően megszűnt a hivatal korábbi széttagoltsága. A továbbiakban egy helyszínen, Sarkadon a Szent István tér 7 alatt a 21. század kívánalmainak mindenben megfelelő, korszerű épületben intézhetik ügyeiket a betérő állampolgárok az ügyfelek. Ott jártam az átadó ünnepségen, ahol természetesen részt vett dr. Takács Árpád, a Békés megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, és dr. György István, a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Jöjjön az összeállítás, elsőként dr. Takács Árpádot hallják. Túlzás nélkül mondhatni, hogy határmentiségéből adódóan Sarkad stratégiai és nemzetpolitikai fontosságú sarkadi járás. A mai Magyarországon Sarkad egy határközeli kisváros, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a gyalázatos trianoni békediktátum előtt az ország közepén feküdt és a nemzet szívében lüktetett. Arany János bölcséjét innen alig 20 kilométerre Nagyszalontán ringatta a Dajka, és ebben a járásban van a ma már zsákterülés geszt, amely három alkalommal adott két miniszterelnököt, Tisza Kálmán és gróf Tisza István személyében a magyar honnak. Ennek fényében még érthetőbbé válik, hogy a határon túli magyarság szempontjából is komoly jelentőséggel bír ez a beruházás. Több mint 20 ezer székelyföldi, erdélyi, párciumi nemzettestvérünk intézte itt az elmúlt években az ügyeit. És minden bizonnyal ez a felismerés is vezette Magyarország kormányát akkor, amikor áldását adta erre a fejlesztésre. És ennek a beruházásnak köszönhetően megszűnik a korábbi széttagoltság, és egy 21. századi követelményeknek megfelelő helyen intézhetik az ügyeket az ügyfelek. És ez is része az ügyfélbarát, szolgáltató állam koncepciójának. Bár Gárdonyi nyomán tudjuk, hogy a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében, de azért a falak is fontosak. Mert a falak üzennek, bennük van a múlt, a jelen és a jövő. Békés megye közigazgatási épületeiben, falaiban ott van a Szent Istváni vármegyerendszer és közigazgatás, ott van Verbőci 3-as könyve a Tripartitum, ott van az egykori főispánok hagyatéka, a Harukernek, a Venkheimek, 1867 után a megye közigazgatását újjáépítő Tomcsányi, Terjéki, Fábri és Belicai szellemi öröksége, az elmúlt évek, az elmúlt 9 év közigazgatási modernizációja és a jövő digitális világa. A mi szemléletünk középpontjában az ember áll. Megszokták kérdezni tőlem, hogy ki a legfontosabb ember a Békés megyei kormányhivatalnál, de a válasz ennél sokkal komolyabb, mindig ugyanaz az ember a legfontosabb, aki ügyet intéz, és akinek az ügyét intézik. Az ő érdekükben történik ez a fejlesztés, és államtitkár úr vezetésével a következő időszak bürokrácia csökkentés célzó tevékenysége is. Mert a kormányhivatalnak be kell tölteni a rendeltetését, és ha úgy tetszik, a küldetését. Mert küldetés, és fegyelem nélkül, nincs munka, nincs eredmény, csak látszott tevékenység folyik. És a koronavírus elleni védekezés is bizonyította, hogy a kormány gyors intézkedéseinek megfelelően a közigazgatásnak is van reagáló képessége, képes igen gyorsan átállni veszélyhelyzeti rendkívüli üzemmódra, és ki tudja alakítani a létszám többszörözési képességét, ami a korábban talán értelmezhetetlen volt. És azért dolgozunk, hogy a dicső múltunk megalapozza a következő időszak történelmét, ami életet teremt a jövő nemzedékének. Mi itt valamennyien egy gyarapodó, erős, fejlődő Békés megyében hiszünk. És tudjuk azt, és együtt értünk azzal az elvvel, hogy egy térség, egy település, egy megye népesség megtartó képessége, a képesség megtartó népességen is múlik. Köszönöm a miniszterelnökségnek a támogatását, köszönöm államtitkár úrnak, hogy személyesen vesz részt ezen az átadó ünnepségen. Köszönöm a térség kiváló országgyűlési képviselőjének, dr. Kovács József főorvos úrnak a támogatást, Sarkad városnak azt az együttműködést, amelyet a mindennapok gyakorlatában megtapasztaltam, és nem utolsó sorban köszönöm kollégáim áldozatos munkáját, kitartását és türelmét. Az előző percekben dr. Takács Árpádot, a Békés megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízottat hallották. Most a folytatásban a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkárával, dr. György Istvánnal beszélgetek. Államtitkár úr, tisztelettel üdvözlöm. Elsőként rögtön arra szeretném önt megkérni, hogy foglalja össze a 104 Rádió egy hallgatóinak, hogy közigazgatás szempontjából milyen jelentőséggel bír ez a beruházás itt Sarkadon. Sarkadi járási hivatal épületének bővítése történt meg. Tulajdonképpen a folyamat 2014-ben kezdődött itt a fejlesztési folyamat. 2014-ben a korábbi épület tetőtér felújítása történt meg. 2015-ben kormányablakot alakítottunk ki az épületben. 2016-ban pedig egy energetikai beruházás zajlott, energiakorszerűsítés, majd felismerve azt a lehetőséget, hogy a szomszéd telek megvásárolható, a helyiek ügyességét bizonyítja az, hogy éltek ezzel a lehetőséggel. A kormányhivatal megvásárolta ezt a területet, és a miniszterelnökség pedig biztosította hozzá a forrást, hogy egy épület bővítéssel,
összességében most már egy modern korszerű épület tudott megvalósulni, amelyben a járási hivatal minden osztálya elhelyezést nyert, így a sarkadiakat és a területi vonzás körzetben is az ügyfeleket úgy tudja várni, hogy az egy rendkívül kultúrált körülményeket biztosít, és nyilván magas színvonalú ügyintézés is elvárás, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakosság alapvetően elégedett a hivatal működésével. Államtitkár úr, azért azt mondjuk el, hogy ez 100%-ban hazai forrásból valósult meg. Igen, ez egy 583 millió forintos beruházás 100%-ban hazai forrásból valósult meg. Törekvés természetesen az országban az, hogy minél több helyen tudjunk egyrészt energetikai korszerűsítéseket megvalósítani, ez pedig a legideálisabb állapot, amikor egy helyre tudjuk költöztetni a járási hivatal minden funkcióját ellátó osztályokat, úgyhogy ez egy példaértékű dolog is egyben. Nagyon szépen köszönöm, államtitkár úr. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Velünk történt magazinműsorunkat hallják itt a 104 Rádió Egyen. Témánk volt az előző percekben a sarkadi járási hivatal megújult épülete, és vendégem volt dr. Takács Árpád, a Békés megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott és a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára dr. György István. Műsorunkat hamarosan folytatjuk, kellemes hétvégét!